való, mindenkinek én Stoneheim vagyok, és itt a Seven Days to Die. Ez a játék egy zombi túlélős, ilyen apokalipszis utáni történetet dolgoz fel. Hasonló, mint a Days, csak igazából ezt lehet egy single playerbe is nyomni. Ne haragudjatok, hogyha ronda a játék, jelenleg grafikát azt teljesen le kellett vennem, mert amúgy nem bírná. Na de a pályáról annyit, hogy ez egy random generált világ. Én legalábbis azt, hogy olyanra jöttem be, miért csináltam. És meg kell keresni, hogy hol van esetleg város, hol tudunk lootolgatni, bázis kell építeni, és tényleg túl kell élni a mindennapokat. Vannak állatok, úgyhogy lehet abból is kaját szerezni, és kell étel, ital, menedék, ugye zombik ellen, fegyverzetet kell keresni, találni, meg gyártani, és a kraftolás is benne a játékban. Na de. A világ az olyan szinten random generált, hogy bármeddig mehetünk egy irányba, soha nem lesz vége. Elvileg legalábbis. Úgyhogy én nem mondom, hogy induljunk el erre. Célszerű az utakat követni, de hát pont egy olyan részen kezdtem, ahol sehol nincs út. A kezdés helyét sem én határoztam meg, hanem így randomra. Oké, inventory. Nem tudom melyik hirtelen. Nem az így betű. Nem a globál csit érdekel. Ezért megnyomtam még egyszer. 3 perc ezelőtt raktam fel a játékot, szóval meg kéne keresnem a dolgokat. Ne a pálya érdekel. Na szóval akkor mi az inventory? Jó, erre akkor rájövök majd, mi hamarabb remélhetőleg. Figyeljünk, hol a villanytűzetet. Régen már fönn voltam, hogy nekem ez a játék, szóval elvileg tudnom kéne, hogy mi hogyan van. Ó, tab. Ezt már nagyon elfelejtettem. Egy random karakterrel kezdtem, legeneráltam egy ilyen hobót, az jól. Jelenleg csak a recept ruhához. Akkor mindig. Elég sok tárgyat lehet gyártani, én most elsőre elkezdem a baltát legyártani. Ez elvileg kellene ilyen kő, ez a gaz, illetve fa, egy faág, amit ebből tudunk szerezni. Amúgy remélem meg fogom hallani azért a zombikat, ugyanis eléggé levettem a játék hangerejét, szinte nullán van, mert még így is elég hangos. Ott egy medve, arra nem illene jó ötlet elmennem. Az felzabál. Vannak azért az állatok között is, amelyek vadak. Ott pedig már pár zombi. A zombik napközben nem tudnak gyorsan futni, úgy állítottam be. Ellenben éjszaka 600-zal futnak, szóval mindenképp kell egy fedezék. Ez lehet akár egy házat beépíteni, vagy éppen... Nem, veszel észre. Vagy éppenséggel elég lenne az is, hogyha gyors építek magamnak fából egy ilyen kuskot, de kéne nekem fa. Amihez kéne bolta, amihez kéne legalább egy kis faák, szóval valamilyen faákszerűséget próbálnék most összeszedni első körben. Hogy el tudja volna erre indulni. A házat elég könnyedén igazából szét tudják verni a zombik, de közben azért én tudok védekezni remélhetőleg. Két gyószer egy fa odúba. Igen, a loot rendszer az egy kicsit érdekesen van kialakítva, de oké. Elfogadjuk, hogy így van. Mi voltál? Tab. Ezt még egy 83-szor meg fogom nyúlni. Ó, találtam fát. Amikor én utoljára játszottam a játékkal, akkor azért még eléggé más volt itt az egész rendszer. Kezelő felülete. De őszintén azért nekem tetszik. Na már van egy alapkis baltánk. Elsőnek azt mondom, hogy egy pár darab fát azt azért ki kéne vágni. És akkor úgy induljunk el valamerre lootolni, hogyha esetleg valami házat találunk, akkor gyors beépítem. Hát jó, nem látok semmit se.
egy zombi, azt látom. Amúgy egy ilyen fejszéve körülbelül egy olyan 3-4 fát nyomunk ki kéne, hogy vágjak. Ó, végre ezt is megannyulnálták legalább valamennyire. Fa az rendesen kidől. Régen azért ezzel is volt ilyen szempontból gond, hogy az animáció egy kicsit gyér volt. Bár őszintén szóval jobban is futott a játék, szóval akkor még Fresh mellett is simán ment a 60 FPS. Fresh mellett jelenleg 17 FPS. Jó, mondjuk ez a random generált világban. Ami pedig hát ugye alapból eléggé nagy, amit fel kell dolgoznia. Na de induljunk el. A zombikkal jelenleg még nem akarok harcolni, inkább távolsági fegyvert, hogyha már lesz akkor. Meg hát úgyis rá leszek kényszerülve, ez nem az a fajta játék, hogy keresse az ember a baj, de úgyis rá fog találni. Úgyhogy találtam egy ilyen szemétféleséget, ezzel majd lehet aknát csinálni, hogyha lesz robbanóanyagunk. Marha sokára lesz, szóval ezzel nem nagyon számoljunk. Úgy mostanában be tudom mutatni. Viszont amondó vagyok, hogy ez már közben kellett, hogy készüljön. Így van, ez meg is van. Jó, akkor ilyeneket kéne gyártani sokat. Nem egyesében persze, csak az elsőt lekraftolja, utána fogja tudni, hogy mi az. És akkor már van gyors kraftolása. Éjszakát az viszont nagyon meg fogom szívni, hogyha nem találok valami menedéket. Na, így már azért legalább tudok majd gyártani még több fejszét. Valamennyi 80-en életőleg lesz. Ó, és megvan az út. Ennyi szerintem elég lesz. Már csak azért is, mert valamint ha jönne mögöttem. Nagyon lebegnek azok a zombik, hogy ők pagoltak. Ó, találtam valami kis településszerűséget. Itt azért rohadt sok a zombi általában. De jó lenne azért itt valahogy bejutni. A táska volt az út túlánál? Nem. Nem település, ez csak egy ilyen kemping tábor, amit gondolom nem sikerült megvédeni az ideérkezőknek. Itt általában azért egy-kettő jó dolgot lehet találni, de ez a túlzásban nem esik a játék. Igen, ez nappal ilyen, de éjszaka azért húzós. Hát ez nem egy déz. Majd lehet, hogy abból is lesz amúgy videó. Csak nem tudom, hogy meg milyen szervére kell meg föl kéne raknom. Mert eredetében megvan, csak hát... De én nem tudom már, hogy játszok itt valahogy rendesen. Mostanság. Itt pírt már. Jó, megvan. A hullákat is lehet kontrollálni, melyiknél van azért egész jó kis dolog. De azért ez sem olyan, hogy mindig, ott egy húszó zombi. Itt egy gyors átrambózás. Az érdekes, hogy ennek a szarjátéknak nagyobb a gépigénye. Legalábbis nem fut annyira könnyen, mint egy rakat másik játék, mint Daze-nak hasonlók, simán futnak 35-40 FPS-en. Ez meg minimumon van a játék, és meg így is akad. Nagyon optimalizálatlan, de hozzáteszem alfa verzió, szóval szerintem ez nem sokkal. Megbocsátható, hogy ez mi volt? Én hallottam rosszul, hogy valamilyen robbanásszerű volt. Jó, itt ez egy kicsit összekeveredtem. Ja, ez jön ide, ez jön ide, ez jön ide, oké. Nehézett, hogy nem gondoltam végig, csak így röpkezve pakoltam. Nos, még körülbelül van egy olyan 5-6 órám arra, hogy építsek egy kis
papadagát. Annak használd lenném úgy őszintén szólva. Ó, és találtunk ruhát. Hát egy póló, de hát az is jó. Illetve fegyver alkatrészek, amik szinte jó dolgok. Kajánk az nincs nagyon, indulunk se sok. Jó lenne valami... Ó, ez jó lesz, ez, itt ez tetszik ez bázis helynek. Ugye a domb tetejére, hogy legalább fölülről ne esenek rám. Ó, és kukorica. Ez jó, mert tudunk termeszteni a játékban, bár ez is egy kicsit még odébb van, hogy én ne foglalkozzak. Mert eléggé sok nyersanyagot igényel. Na, hol van vége ennek a egy vidéknek? Itt, jó, akkor ez így jó lesz. Meghasz. Én innen el nem megyek, meghasz. Közben elkezdjük itt valahol létrehozni a bázist. Egy nagyon alapvető bázis fog legelején lenni, úgy de rosszul akarja lerakni. Hoppá, megütött. Amúgy nincsen elég nyersanyagom jelenleg. Egy fa, közel se. De legfeljebb egyelőre nem lesz tető a bázison. Bár ugyanúgy rohadt veszélyes, de nem baj. Jelenleg egy 4x4-essel én beérem. Nincsenek nagy igényeim. Kéne egy íjat szereznem szerintem. Ilyenkor alig tudunk mozogni. Mondjuk ez pár másodperc, de hát akkor is idegesítő tud lenni. Jó, de ezért már nem kell izőt. Na jó, még egyet kihozzuk, még ide nem fog semmivel se elférni. Majd rakok le tároló dobozt, így akkor legalább azokat tudom, dolgaimat tudom tárolni valahol. Köszi, ez hasznos volt. Hozzá valami jót, mint szóval. Hát nem lesz a legszebb bázis, de nem ezzel foglalkozzatok. Viszont nincs több nyersanyagom, ami eléggé gebasz. Jó, majd jegyezzük, hogy itt van. Ez baj, amerre jártuk, ugye azt megjegyzi a játék eléggé. És ez miatt lagolom úgy. Ott egy medve. És itt is volt valami. Mondjuk az ország disznó, mert a medve azért szeret így hörrögni vagy mit csinálni. Hát, ott van még mindig az baj, nem spawnolja el egy könnyen a zombikat. Közben a másik fejszet, ezt berakjuk, be kéne készíteni.
Ugye a játék maga jó, csak tényleg az optimalizálatlansággal van egyelőre még probléma. A gépen sem a legerősebb, de nem hiszem, hogy annyira igényelni ez a játék a komolyabb gépeket. És pont eltört a kiskartán is. Úgyhogy mondhatni idővel vágtam még ki. És közben meg lett az. Jó, ezt is közben lecraftoljuk. Még odaérünk a bázishoz, ezt megcsinálja. 28 másodperc bőven. Valamennyi fát azért kell hagynom, hogy legyen egy ajtóra is. Illetve addig ki kéne pucolnom itt a bázis helynél a zombikat. Jelenleg egy darab van itt, ez nem sok. Nem tudom miért lagol ennyire amúgy. Ennél is megpróbálom a fresh újraindítást egy pillanat. Hát nem igen segített, ahogy látom. Nem baj viszont, akkor marad így. Most azért így ennyi már szerintem elég lesz első körbe. Elég szűkös lesz így a hely, de ha mondom vagyok, hogy ez így jó lesz, így legalább jobban tudjuk védeni. Ugye hát itt lesz az ajtó, úgyhogy ez mellé kell majd valahogy beépítkezni. Itt ajtó. Ablakot nem tudom, hogy hagyjak-e egyelőre. Ez egy nagyon ideiglenes bázis lesz, csak úgyhogy nem biztos. Egyelőre az viszont nem építem be. Meg ugye így akkor föl tudok még jönni a tetejére és onnan tudok építkezni. Elvileg ezek a zombi hulláknak a sírjai. Hát, igen, ennek is kéne egy ilyen kicsit szebb grafika, de hát nem akarom színi előtt. Jó, ez mi volt? Régen nem volt ilyen hangeffekt a játékban, nem tudom, hogy ez még. És hogy ez ki. Azért ez szerintem elmenne simán egy horrorfilmbe. Vagy olyan értelmes horror játékba. Megállná a helyét. Valószínűleg lesz egy talapzata is azért a bázisnak. Legalábbis itt az ajtónál. Ha lehet. Jó, jó, lassan kész a bázis. Ja, itt lesz egy talapzat. Na, vissza. Úgy. Lehet kicsit kell majd ugrálni itt az ajtónál, de nem baj. Ez még belefér. Jó, és most gyártunk egy ajtót. És utána visszatérhetünk erre. Sima ajtó, nem bonyolítjuk túl. Ahogy látom, egy-kettő alapvető dolog az alapban benne van így a tudástárában a játéknak.
És akkor melyikbe volt? Ebbe. Igazából kéne egy tető is, de nem baj, hogyha egyből nincs, azt még úgy kibírom. Igen, és akkor az egészre jöhet még igazából egy szint, de... De nem vagyok benne biztos, hogy annyira muszáj. Ide kéne valamit az ajtón átcsinálni. De mondom, hogy jöjjön rá azért még egy szint, belülről. Illetve... Még ez is kijöhet. A belső lépcsőt én azt most így alakítom ki, amúgy van rendes lépcső is a játékban. De most nem akarok azzal szarakodni, még lecraftolom meg minden. Jut eszembe, ebből a játékból nem valószínű, hogy lesz ilyen hosszabb végigjátszás, ami csak egy ilyen egy maximum két videó erejéig lesz, ugyanis a gépemet megterheli, és ennél azért vannak jobb játékok is. Na de, kellene még akkor egy ilyen tároló, nem tudom melyikbe találok. Bázis ellen, és... Ez gratulálok, nem nyert. Ezek se nyertek. Fegyverek mit vannak? Ó, tudnék nyilat. De az egyelőre nem érdekel. Ruha nem érdekel, az nem érdekel. Inkább ez. És akkor ide igazából még kellene pár darab fa, de az majd kicsit később. Ez amit most csinálok, ez ugye egy ilyen tároló doboz, mindjárt látjátok. Az ami olyan helyre kéne, ahol nem bagolsz arra. Nem tudom, hogy itt van-e olyan. Jó, én meghazudtam a fizika törvényét, jó lesz az úgy. Nekem tökéletes. Amire most nincs szükségünk, én azokat belerakom. Ez kaja, ez ide, ez kaja, ez ide. Ó, van puska bukok. Építőanyag, ez is fegyverek, tudsz. Kőszer az jöjjön ide. Ezekre egy ilyen szükség, kaja ide. Ez nem kell, nem kell. Nem kell, nem kell. Jó, most beszórok mindent, utána megmutatom, hogy milyen egy az éjszaka, hogyha addig éjszaka lesz már. Egyelőre erre sincs szüksége, ezeket kirakom. És nézzük, hogy milyen lesz egy éjszaka. De azért előtte mentek egyet. Nem mentek egyet, mert nincs mentés. Automatikusan mindig menti az utolsó helyzetet, szóval akkor viszont lehet, hogy nem most mutatom meg, hanem majd egy-két videóval később, amikor már így befejező részként csinálom. Viszont a mondom vagyok, hogy akkor ennyi volt ez a videó. Nem mutattam túl sok mindent, de így a játéknak az alapjait azt szerintem bemutattam, legalábbis így nagyon-nagyon az alapjait. Elsőnek ennyi volt a célom, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, végén nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hasonló játékból lehet, hogy lesz videó, mint például a Days, azt nagyjából ennyi. Nem nagyon tudok most hirtelen másolyat mondani, amiből így tudnék jelenleg videózni. Na de, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!